Már Ilona a Jásznagykun Szolnokvár megyei rendőrfőkapitányság szóvivőjének tájékoztatása szerint egy autó közlekedett Jász-Jákó halma irányából Jász-Apáti felé, amikor egy balra ívelő útkanyarulatban áttért a menetiránya szerinti jobb oldalra és az árokba hajtott. Tehát óriási sebességgel jöhetett valószínűleg berény felül, és nem tudta bevenni ezt a kanyart. Valamikor ezt a kanyart ezt úgy hívták, hogy Röppentyi utca. Itt nagyon sok autó szállt ebbe a kis kanyarba. A baleset következtében a sofőr és az utasa is megsérült. A rendőrök teljes útlezárás mellett kezdték meg a baleset helyszínelését. A baleset következtében a sofőr súlyos, míg az utas életveszélyes sérülést szenvedett. Árokba benn volt az autó. A sofőr kezdett kimászni az ajtón. A rendőrök megállapították, hogy a sofőrt a Szolnoki Járásbíróság korábban eltiltotta a vezetéstől. Az utas ellen a Jászberényi Rendőrkapitányság és a Szolnoki Törvényszék által elrendelt körözés volt érvényben, tájékoztatta televíziónkat Már Ilona alezredes. Az autó utasa információink szerint a kórházba szállítását követően életét vesztette.